Kultúrösvény mai adásában elsőként Szalókára látogatunk, a településen hagyományosan megrendezésre kerülő hazahívogató falunapra. Ezután részt veszünk a Krédó Művészeti Egyesület kisgelyőci fellépésén, majd Beregszászban a képzőművészet színes világával ismerkedünk a Jankovics Mária alkotótáborban. Végül részt veszünk a kárpátaljai magyar fiatalok legnagyobb nyári rendezvényén, az ISFESZ-en. Tartsanak velünk! Szalóka egy tiszaparti kisközség az Ungvári járásban. Több évvel ezelőtt itt született meg egy olyan falunap megszervezésének ötlete, amely alkalmat teremt, hogy hazahívják a településről elszármazottakat. Azóta ez a kezdeményezés Kárpátalja szerte elterjedt, Szalókán pedig már a 23. hazahívogató falunapot tartották az idén. Fontos volt ez annak idején, mikor az első hazahívogató falunapot megrendeztük. Az egy megható közösségi esemény volt, és fontos ez a mai napra is. Akkor is ugye megható volt, hogy hazalátogattak hozzánk, és rájöttünk arra, hogy több szalók él a falu határán kívül, mint amennyien vagyunk per pillanat jelenleg a faluba. Megható és nagyon felemelő érzés volt a találkozás, a rokonok, barátok, ismerősök összejöttek, és együtt tudtunk örülni. Együtt örülnénk a mai napon is, és ennek szellemében tartjuk fontosnak, hogy igenis ez a hazahívogató, hagyományőrző szalókai falunap megélje a jelent, és reméljük, hogy a jövőben is még ennek a gyökereit mi leraktuk, a magvát elvetettük, és tovább is fog élni. Hagyományosan a falunap minden évben az erre a napra összeállított néprajzi kiállítás megnyitójával veszi kezdetét. A kisközség lakói már évek óta szeretnének egy, a népi ereklyéket bemutató tájházat nyitni. Azonban erre alkalmas helyiséget pénzhiány miatt a község nem tud vásárolni. Ezért a helyiek minden évben egyszer a falunap alkalmával a kultúrházban kiállított régi használati tárgyakkal, képekkel, bútorokkal igyekeznek bemutatni a település múltját. Ez még mindig sajnos egy egynapos kiállítás itt mi nálunk, mivel nincsen még tájházunk. Igyekszünk annak a létrehozásába, hogy ez összejöjjön, de ha jó Isten is velünk van, akkor reméljük egyszer csak összejön. Itt láthatóak a régi dolgok, amit az asszonyaink a faluból készítettek, meg azoknak az eszközei, a szövéssel, lényegében a szövés-vonással kapcsolatos eszközök, ezek maradtak meg jobban, meg mint látható a butor, az edények és a hagyományok, amik még ma is élnek, az élő hagyományok itt nálunk. A tartalmas programot kínáló falunapon kulturális műsorral kedveskedtek a vendégeknek. A színpadon az anyaországi fellépők mellett a kárpátaljai magyar hagyományőrző csoportok is bemutatkoztak. A falunapunkra igyekeztünk különböző színvonalas programokkal előállni a közösségnek. Voltak gyerekjátékok, felnőtt vetélkedők, külföldi fellépőink, úgy Kárpátaljáról, környező településeink, kulturális tánccsoportjai. Elsőként Pellért testvértelepülésünk, ahol maga a polgármester színvonalas műsorral áll minden éven rendelkezésünkre. Kistokaj településéről volt fellépünk, és a saját tánccsoportunk, helybeli tánccsoportunk. Nem hiányozhattak a hazahívogató falunapról Szalóka testvértelepüléseinek küldöttségei sem. A Baranya megyei Pellérddel évek óta baráti viszonyt ápolnak, akik idén egy komoly hangtechnikai berendezést adományoztak a településnek. 9 éve járok Szalókára, 9 éve vagyok Pellérden polgármester, 2011 óta járok ki, és most a 9. alkalommal úgy gondoltuk, hogy azt a segítséget, amit hozzászoktunk tenni a település rendezvényéhez, azt egy kicsit még fokozzuk, hát a végtelenig azért nem lehet fokozni. Most egy még jelentősebb hangtechnikával próbáltunk kedveskedni és áthozni a határon. 9-en tudtunk jönni a községből.
utóbbi években óriási méretűvé vált elvándorlás miatt egyre több ezen a napon a hazaérkező. Ezért a szervezők fontosnak tartják, hogy legalább évente egyszer személyesen is találkozzanak az otthon maradtakkal, valamint egymással. A hazahívogató falunap a kezdeti nehézségek után színvonalas rendezvényé nőtte ki magát. Nagyon nehéz volt a kezdet, mert az első gondolat, amikor megszületett az, hogy hazahívogató falunap, ez arról szólt, hogy haza szerettük volna várni minden Szalókáról elvándorolt volt szalókai lakosokat. Nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk először is, és bízom benne, és remélem, hogy minden éven próbáltunk hozzátenni ahhoz a rendezvényhez, ami először is elindult, egy kezdeményezés. Mondhatom azt, hogy szerintem Kárpátalján az elsők voltunk, hogy hazahívogató falunap, aztán minket már többen próbáltak kísérni, átvenni ezt a szokásokat, és igyekeztünk mindig hozzátenni valami újat, valami jobbat, hogy azért tényleg szeressenek az emberek, és akarjanak visszajönni településünkre. Falunap jó alkalom volt a baráti beszélgetésekre is. A külföldön munkát vállaló helybeliek szívesen jönnek haza, hogy együtt ünnepeljenek a település lakóival. Mindig szívesen jövök vissza, és most második éve már, hogy nyugodtan végig tudom nézni a programot, a műsort, és büszke vagyok a tanítványaimra is, és büszke vagyok arra, hogy én szalókai lakos is vagyok. Fontos az, hogy találkozzunk, fontos az, hogy legalább egy évben tudjunk egymással megosztani örömöket, bánatokat, vagy bármi, ami velünk történik a nagyvilágban. Itt fogadtad szívedbe az írást és a gondolatot, itt tesz mérté magadra, és itt volt mindig az otthonod. A szervezők remélik, hogy ezzel a családias hangulatú rendezvénnyel még jobban sikerül összekovácsolni a helyi magyar közösséget. Idén is három helyszínen zajlottak a Krédó Művészeti Vándorfesztivál koncertjei. A fesztiválon évről évre a Krédó Alapítvány zene és kórusiskolái mutatkoznak be. A Ráton, Kiskejűcön és Szalókán megrendezett koncerteken a tanulók népi, egyházi és hazafias dalokat adtak elő. Akkor megalakult 21 évvel ezelőtt a Kisgejőci Gyöngykolár és Kórusiskola, és nem tudtuk se, hogy hivatalosra tenni a dolgot, hivatalosan bejegyezni, akkor létre kellett hozni a Krédó Alapítványt. Itt hoztuk létre Kisgejőcön, ennek 21 éve, és dolgoztunk, tanulgattunk, felléptünk a kisgejőciekkel, akkor alakultak mások is, és akkor úgy döntöttünk egyszer, hogy megmutatjuk Ungvárnak is a mi kis zeneideinket, zeneiskoláinkat, a baráti köreinket, és az Ungvári várban pontosan 12 évvel ezelőtt csináltunk egy ilyen kis találkozót. Magunknak egy ilyen családi napot szerveztünk, és annyira jól sikerült, és mindenki annyira örült neki, hogy itt a kisgejőci kicsi meg nagy lányokkal összedugtuk a fejünket, és kitaláltuk, hogy egy év múlva egy igazi tábort szervezünk, mert szerettük volna a népzenefele kikacsintani, kicsit táncolgatni, tehát a népzenefele szerettünk volna mozdulni, ami fantasztikusan sikerült, mert nem is tudom, talán 5-6 fesztiválon keresztül itt Kisgejőcön egy héten át tanultuk a népzenét, a csángó népzenét, a hagyományos, a néptáncokat, rengeteg. Hát itt a környék Ung megyében szerintem ez volt az egyik csúcsfesztivál annó. A vándorfesztiváloknak az a lényege, hogy ezek a zeneiskolák Ráton, Kisgejőcön, Szalókán, hogy egymásnak megmutatjuk nyáron, amikor már mindenki elfelejtett mindent, nyár végén, augusztusban, megmutatjuk egymásnak, hogy mit is tanultunk, mi maradt meg bennünk. Itt most megy ez a csúnyának mondják sokan, ez a norvég-féle, finn-féle modern oktatási rendszert próbálják bevezetni az általános iskolákba. Mi ezt már annak 22 éve így vezettük be, de hát nekünk nagyon fontos volt, hogy kölcsönösen, hogy egymást támogat. Tehát az a pici gyerek megmondta, hogy ő mit szeretne, és akkor megpróbáltam kitalálni, hogy meg tudjuk-e oldani. Tehát teljesen ilyen nyitott volt, szabad volt, és a lényeg az volt, hogy találkozunk sokat emberekkel, fellépjünk, mutassuk meg mindig, mindenütt és mindenhol, amit tudunk, rengeteget utazgattunk is, annó, emlékszem.
a Kovács iskolával, és hát, hogy úgymond, megelőztük egy kicsit az időnket, de remélem jobb irányban. Kisgőci Kórusiskola volt az első alapítványi iskola, ahol megalakulása óta az énekkar munkájára fektetik a hangsúlyt. Minden itt tanuló gyermek énekel a kórusban, ami által a zeneiskola fontos közösségépítő szerepet tölt be. A Gyöngykoláris Kórusiskola 1998-ban alakult, a helyi parókus Ambrus József katolikus parókus meghívására Ivaskovics József eljött ebbe a kisfaluba, a Kisgőcre, és hát meg kell mondani, tényleg nagy életet hozott akkor a mi kis községünkbe. Ma már tudom, hogy nem véletlenül van ez így, ahogy lennie kellett. 98-ban alakult, akkor egy olyan 25 gyerekkel, és legfőbb célja az volt ennek a zeneiskolának, hogy a saját módunkon magyar névdalok, valamint az egyházi énekek és megzenésített magyarsági versek által, hogy meg tudjuk szeretetni a gyerekekkel a zenét, valamint kultúrájukat, ebben való nevelésüket és identitástudatuk megőrzése, erősítése érdekében. Legfőbb cél ez volt a zeneiskolának, és ez a mai napig is. 2009-ben úgy döntött Ivaskovics Jóska bácsi, hogy átadja a zeneiskola vezetését nekem. Azóta az én vezetésem alatt áll. Jelenleg is 20 gyereket számlál. A kórus éneklés mellett, amiben ugye egyházi énekek, névdalokat és megzenésített magyarsági verseket énekelünk, emellett hangszereken is tanulnak a gyerekek, zongora, furulya, valamint gitáron. A Ráti Szent Mihály Gyermekotthon Zenede, a Kisgélyőci Gyöngykaláris Kórusiskola és a Szalókai Nyitnikék Művészeti Iskola foglalkozásain a zene szeretetére tanítják a gyermekeket. A Szalókai Nyitnikék Zeneiskola tavaly ünnepelte a fennállásának 10. évfordulóját, úgyhogy már 10 évet lehúztunk, lenyomtunk együtt a gyerekekkel. Én pár éve vettem át a vezetését, azelőtt nagyné Fekete Zsuzsanna vezette, ő is alapította. Mióta én vagyok, azóta végül is minden a régi maradt, ugyanúgy folynak a zenehangszer oktatások, gitár, furulya, zongora, harmonika és hegedű foglalkozások vannak a zeneiskolában, valamint énekkar. Gyermekénekkar. Nem ragaszkodunk a kötelező Bach, Mozart, Beethoven művek megtanulásában. Igyekszünk a gyerekeknek olyan dalokat adni, amiben örömüket lelik. Legyen az egy népdal, legyen az egy modern dal, ami most éppen a menő, csak hogy ők örömmel jöjjenek ebbe a zeneiskolába. Éve járok zeniskolába, és azért kezdtem el járni, mert szeretek énekelni, zongorázni és különböző hangszereken játszani, és zongorán is furulyán játszok most jelenleg. És mi a legszebb élményed, amit a zeneiskolában, vagy a zeneiskola valami programján szereztél? Az, hogy második helyezést értem el egy énekversenyen. A gyerekek örömmel járnak ezekbe az alapítványi iskolákba, hiszen az oktatók itt az egyéni művészi hajlamokra alakítják a programot. Gravírozási technikával ismerkednek a gyerekek a Jankovics Mária alkotótáborban. Közel 70 fiatalnak nyílt lehetősége egy héten keresztül bővíteni, csiszolni művészeti hajlamát. A foglalkozásokon korosztály szerinti csoportbontásban folyt az alkotó munka. A gravírozás technikájával fognak megismerkedni, ez egy ilyen nyomtatási technika, amit már második éve próbálunk beiktatni. A gyerekek nagyon szeretik, mert a formát, a színvilágot egyedül tudják eldönteni, és kis nyomdászokká válnak egy nap folyamán. Mire van szükség egy ilyen foglalkozáshoz? Mivel dolgoznak a gyerekek?
Hát a foglalkozás kezdetén megrajzolják azt a formát, amit szeretnének előkészíteni. A továbbiakban átviszük egy puha lapra, és színfoltokkal pedig lenyomtatják már a papírra. Milyen korosztály élvezi ezt a legjobban? Ki szeretik ezt a legjobban csinálni? Kikkel a legkönnyebb dolgozni? A legjobban szeretnek dolgozni a 10-14 éves gyerekek, jobban már át tudják gondolni a forma tervezésüket, a színvilágot, és ki tudják jobban élni a történetüket a papíron. Kreatívak a gyerekek, hogy látszik? Minden éven új gyerekeink vannak, és mindenkiben megtaláljuk a saját kis kreativitását. Valakinél az egyik technikában jobban sikerül, valakinél a másik technikában, de a tábor végén mindenki egy nagyon szép egyedi színfoltot tud létrehozni a kiállításon. Mit rajzoltál itt a mai nap? Hát egy ilyen macskát, hogy ilyen gombolyagok vannak itt körülötte, hogy ilyen kis rózsaszín is a háttér, meg ilyen próbáltam kicsinosítani. Milyen nehéz ezt megcsinálni, egy ilyen rajzot? Hát nem nehéz, csak a rajzolásban hát nagyon kell figyelni, meg ami ugye nem kell neked, az nem nyomod bele ebbe a puha anyagba, és akkor úgy tök szép macskát kapsz. Mire kell a legjobban figyelni? Mi volt a legnehezebb elkészíteni? Hát a legnehezebb? Hát talán ez a nyomkodás, hogy jól csinál, meg hogy látszódjon, meg minden, és akkor úgy... Itt tanultad ezt a technikát, vagy már máskor is csináltad? Igen, még máshol nem csináltam ilyet. Még csinálni ilyen nagyobb fontozásokat is. Az egyhetes programnak a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány vezetői elsősorban azoknak az iskolás gyerekeknek a jelentkezését várták, akik vonzódnak a képzőművészetek, festészet, szobrászat és a rajz iránt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy pozitív példákat állítsunk a gyermekek elé, olyan embereket, akiktől lehet tanulni, akikre érdemes odafigyelni, akiket érdemes követni. Ilyen például Jankovics Mária is, ugye egy nagyon neves helyi textilművész, grafikus. Azt gondolom, hogy a világ a jó példáktól fog megváltozni, nem pedig attól a véleménysorozattól, amihez cselekvések nem párosulnak. Hát ilyen volt Jankovics Mária is, akinek a példáját illik követni. Azt gondolom, hogy a művészetre ugyanolyan szükség van, mint az evésre vagy az ivásra, hiszen fényt, ragyogást hoz az ember életébe, valamit, amit nem tud pótolni a való világ, tehát közelebb hoz egy olyan valóságot, amire nagyon szüksége van az embereknek, ez a hivatása. A hét folyamán különböző tematikus foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek. Neves művészektől sajátították el többek között a festészet, grafika, kézművesség, valamint a szobrászat és a fotózás alapjait. Gyertek utána! Érkeznek a gyerekek az Ungvári Boksai Múzeumba. Az egynapos kiránduláson a táborozók különböző játékos vetélkedőkön keresztül ismerkedhettek a múzeumban kiállított neves festők alkotásaival. A 70 gyereket két csoportra osztottuk fel, és most a csoport egyik felével egy ilyen múzeumpedagógiai foglalkozást vezetünk le éppen a Megyei Szépművészeti Múzeum állandó kiállításában, ahol különböző feladatokat kell megoldaniuk, és ugye azt nézzük meg, hogy mennyire figyelnek a részletekbe, és hogy tudják egy-egy kép részlete alapján megtalálni az eredeti műveket. Nagyon kevesen voltak még ebben a múzeumban, és fontosnak tartjuk, hogy ezt a szép gyűjteményt és ezt az értéket minél többen megismerjék és továbbadják. És remélhetőleg, hogy ugye a kisgyerekek, akik itt már jártak, tudják, hogy mennyi minden érdekesség van, majd a szüleiket és a testvéreiket, akár a csoportjukat, iskolás csoportjukat is majd ide csalogatják és elhozzák. Amíg az egyik csoport a múzeum tárlataival ismerkedett, addig a többiek a magyar történelem nagyjairól hallhattak előadást az Ungvári várban, valamint megtekinthették a hozzájuk kapcsolódó kiállításokat. A honfoglalástól az első világháborúig néztük meg a kiállítás anyagát, és szakaszokra bontva bemutattam nekik a magyar történelmet. Aztán felmentünk egy emelettel feljebb, ahol folytatódott a Trianon utáni korszak egészen 39-ig, és utána pedig a görögkatolikus egyház történetét
mondtam el nekik röviden, és ismertettem azoknak a szereplőknek az életét, akik ebben részt vettek. A szervezők úgy vélik, a tábor jó alkalom volt arra, hogy a gyerekek közelebbről is megismerkedjenek művészeti értékeinkkel, valamint megtapasztalják az alkotás örömét. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete még 2001. április 9-én alakult meg Beregszászon. A szövetség tagja is szükségesnek látták, hogy olyan területi szervezetet hozzanak létre, amely országos és nemzetközi szinten is képviselni tudja a kárpátaljai magyar ifjúság érdekeit. A szervezet néhány éven keresztül sikeresen működött, azonban később forráshiány miatt megszűnt létezni. Az igény azonban továbbra is megvolt rá, ezért fiatalok egy csoportja 2014-ben újra alakította azt. Mostanra pedig már ott tartanak, hogy Kárpátalja legnagyobb ifjúsági szervezetévé nőtték ki magukat. Jelenleg 41 településen van jelen az ifjúsági szervezet több mint 1000 regisztrált taggal. Az 1000 tagnak pedig néha össze is kell jönnie valahol. Ezért rendezték meg második alkalommal az ISZ-fesztet. Az ifjúsági szervezetünk megalakulása óta nagyon fontos célul tűzte ki azt, hogy Kárpátalján is életre hívjon egy olyan fesztivált, ahol a helyi fiatalok olyan könnyű zenei kiválóságokkal tudnak találkozni, melyek adott esetben határokat kellene, hogy átlépjenek, vagy több száz kilométert kellene, hogy utazzanak. Úgy gondoljuk, hogy ezzel is színesebbé tudjuk tenni az itt élők mindennapjait, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a helyi fiatalok is tudjanak kultúráltan szórakozni, tudjanak egymásban erősödni, és ezzel is gazdagítva a szülőföldön maradás lehetőségeit. Fontos, hogy minél több ilyen rendezvény legyen, hogy a fiatalok érezhessék, tartoznak valahová. A hasonló csapatépítő rendezvények pedig hozzájárulhatnak a kivándorlás lassításához. A szervezésből az ifjúsági szervezet minden tagja kivette a részét. A produktív munka érdekében mindenkinek megvan a saját feladatköre. Sokan vagyunk itt, akik főszervezők, illetve szervezők vagyunk. Én jelenleg a backstage vezetését vállaltam el. Tavalyi teljesítményemnek és munkámnak köszönhetően úgymond kiérdemelhettem, hogy idén koordináljam az egész backstage-et. A fiatalok igényeit olykor nehéz kielégíteni, viszont a KMK-sz ISZ-nek ez szemmel láthatóan sikerült. A résztvevők elmondása szerint öröm számokra, hogy itthon ilyen színvonalas fesztiválon vehetnek részt, nagyobb összegek kifizetése nélkül. Kárpátalján ez egy nagyon nagy dolognak számít, hogy magyar előadókra mulathatunk, kedvenc előadóinkra is, kevesebb költségvetésről, mint hogyha külföldre utaznánk, ezért jól érezzük magunkat, fiatalság, összegyűlünk sátorba, 3 napig bulizunk, szerintem nagyon jó lesz, nagyon várom az estét. Számomra is nagyon-nagyon nagy élmény, hogy itt lehetek, a barátaimmal együtt sátorozhatunk, és én személy szerint most vagyok először úgy egyáltalán fesztiválon, és örülök, hogy a hazámba, Kárpátalján lehetek itt először, és élhetem át a fesztivál élményt. A találkozónak augusztus 9 és 11-e között a Péterfalvi Tisza stadion adott otthont, ahová Kárpátalja minden járásából, sőt külföldről is érkeztek fiatalok azért, hogy együtt töltsenek 3 napot. Az is nagyon jó, hogy nagyon sok járásból érkeznek ide fiatalok, és hogy ismerkedhetünk, új barátságokat köthetünk, és kikapcsolhatunk még itt az iskola előtt. Nekem nagyon tetszik például, hogy itt Kárpátalján is van ilyen lehetőség. Fiatalokkal, barátokkal, régi ismerősökkel, akikkel már régen találkoztunk, újra bulizhatunk egy jót. Az idei ISZ-fesztre ellátogatott Bocskor Andrea, kárpátaljai EP képviselő is. Elsősorban azért fontos, hogy van ez az ISZ-feszt, mert a kárpátaljai magyar fiataloknak van egy kulturált szórakozási lehetősége, ahol találkozhatnak és ahol tartalmasan eltölthetnek 3 napot immáron. És ez mind azt bizonyítja számunkra, hogy vannak Kárpátalján fiatalok, tehát van jövője Kárpátaljának, és van a kárpátaljai magyar fiataloknak is egy olyan szervezete, amely képes egy ilyen volumenű rendezvényt megszervezni. Dobsa István, a KMK-sz ISZ elnöke örül annak, hogy a fesztivál minden probléma nélkül zajlott le. Ez is azt mutatja, hogy a fiatalok tisztelik egymást. Több ezer ember tudott kultúráltan együtt szórakozni 3 napon át. Sikeresen lezajlott az ISZ-fest, és én örülök annak, hogy különösebb problémák nélkül
került zárásra ez az esemény. Több ezren látogattak ide ki Tiszapéter falvára hozzánk. A koncertek azok fergetegesek voltak, és én azt láttam, hogy ugye a Magyarországról érkezett előadók is nagyon jól érezték magukat. Többen először jártak Kárpátalján, de jelezték, hogy szeretnének még jönni. Úgyhogy mi bizakodunk, és azt reméljük, hogy jövőre együtt ugyanígy tudunk találkozni. Hajrá Kárpátalja, hajrá fiatalok! A három nap alatt megforduló fesztiválozók létszámát közel 10 000 főre becsülik a szervezők. A szövetség is az általuk rendezett programok résztvevőinek száma jól mutatja azt, hogy mindig lesz igényük a magyar ajkúaknak a kulturális együttlétekre. A mostani rendezvényük célja is a közösségépítés volt, ahol a fiatalok együtt szórakozhatnak, ismerkedhetnek és koncerteken vehetnek részt.